Mindenki ismeri Ópusztaszert és a Feszti Árpád által 1893. augusztus 20-ra festett körképét. Ezért ebben a történetben erről több szó nem esik, mert hogy mi az a szer, majd később pusztaszer, ami ma Ópusztaszer, már nem annyira egyértelmű. Ezért vissza kell mennünk egészen Anonymusig és tovább Árpádig. A Szeged és Csongrád között félúton, a Tisza árterének egykori magaslatán, a 11. század elejétől a 16. századig követhető nyomon a templom, majd később monostor körül növekvő település. A Balkánt Budával összekötő hadi és kereskedelmi út mellett feküdt. Ez az útvonal Szegedtől, vagyis a Tiszamaros torkolattól Szerig tulajdonképpen azonos az országút, a Tisza jobb partja mentén átszelő nagy északi-déli irányú úttal, amely Lengyelország területét a Balkánnal és az Égei-tenger partjával kötötte össze. Legendák övezik Szeri pusztát. Az úr megtestesülésének 903. esztendejében Árpád vezér a mai Szeri síkon győzte le Salán vezért, majd a magyarok sátrat vertek ezen a helyen, és a törzsi vezetők 34 napon át rendezték az ország szokástörvényeit, és egymás között felosztották az országot. Anonymus így ír erről. A diadal után Árpád vezér meg vitézei innen továbbvonulva addig a mocsárig mentek, melyet Körtvétónak mondanak, és ott maradtak a gyümölcsény erdő mellett 34 napig. Azon a helyen a vezér és nemesei elrendezték az országnak minden szokástörvényét, meg valamennyi jogát is, hogy miképpen szolgáljanak a vezérnek, meg főembereinek, vagy miképpen tegyenek igazságot bárminő elkövetett vétekért. Egyszer s mind, ott a vezér velejött nemeseinek különböző helységeket adományozott összes lakosságukkal együtt. Azt a helyet, ahol mindezt elrendezték, a magyarok a maguk nyelvén Szerinek nevezték el azért, mert ott ejtették meg Szerét az ország egész dolgának. Majd a vezér azt a helyet onnak, Ete apjának adta, a Tiszától, Botva mocsárig és a Körtvétótól Alpár homokjáig. Utóbb pedig bizonyos idő elteltével Ont fia, Ete sok szlovén gyűjtött össze, s Alpár vára meg a Bődrét között igen erős földvárat építtetett, melyet a szlovének a maguk nyelvén Csongrádnak, azaz Feketevárnak neveztek. Ezen a helyen a borkalán nemzetség a 11. század végén vagy a 12. század elején alapított bencés apátságot. Szer nevét 1200 körül említette először oklevél, Szeri néven. Mivel a 12.-13. század fordulóján élte nemzetség, talán legkiemelkedőbb alakja, Kalán pécsi püspök, aki harmadik Béla esztergomi udvarában a királyi kancellária vezetője és a kancellária megszervezője volt 1181 és 1183 között, feltételezhető, hogy a 12. századi monostor jelentős építészeti változásai is neki köszönhetőek. 1186-ban került a pécsi püspökség élére, 1193-tól pedig Béla király Dalmácia és Horvátország kormányzójává nevezte ki őt. 1204-ben esztergomi érsekké választották, de ezt a hivatalt csak egy évig töltötte be. 1205. augusztus 1-je után már újra Pécset volt, amit egy 1205-ben kelt királyi oklevél bizonyít, ahol a méltóság népsor Kalánt már csak pécsi püspökként említi. 1214-ben fogadalmat tett a keresztes had vezetésére, de valószínűleg idős kora miatt, mivel ekkora már a 60. évét is betöltötte, nem teljesíthette azt. Püspökségében 1218 végén bekövetkezett haláláig maradt. Anonymus, aki a boldog emlékű Béla király jegyzője, közvetlen kapcsolatot tarthatott fenn a pécsi püspökkel. Így válik érthetővé az is, hogy az általa írt Gesta Hungarorum 40. fejezetében kiemelt szerepet kapott Szer. Az 1233-as Beregi Egyezmény az első hiteles írott forrásunk, amely az Ont vezértől származó Borkalán nemzetség jelentős monostorát is megemlíti. 1233-ban II. András király évi 1000
kősó tömnyi részesedést juttatott a kolostornak, és a falu neve ekkor Zer. Az 1241-es tatárjárás idején a mongol pusztítást nem kerülhette el, elpusztult, de újjáépült, és védőfallal övezték. A korábbi rangját viszont nem tudta visszaszerezni. Apátról, szerzetesről egyetlen, általunk ismert dokumentum se szól. A falu nevét 1266-ban Szer, 1283-ban Zer néven írták. A földesúri joghatóság alatt lévő település a Borkalán nembeli Szeri Pósa család tulajdonában volt. A megye legnagyobb birtokos családjának névadója, Szeri Pósa mester Károly király párthíveként olyan magas tisztségre tett szert, mint a temesi részek kapitánysága, és 1318-ban Károly királyt is vendégül látta a monostorban. 1318. november 24-én első Károly király oklevelét Szer monostorán keltezte. Ekkor fordul elő először Zer monostúra névformátumban, majd 1329-ben még egyszer. Az alapító nemzetség tagjai az 1329-es és 1332-es években megosztoztak a monostor birtokain. Úgy tűnik, a 14. század közepe előtt megszűnt a monostor. Azóta pusztuló rom volt, viszont Szer falu 1348-tól Schuenház, Sövényháza néven tovább élte életét és fénykorát, a 15. században mezővárosi rangot ért el. Nevét a sövényből készült, tapasztott házairól kapta. 1436-ban Szeren vendégeskedett Zsigmond király. A Szeri Pósa család kiterjedt birtokait Szeri Pósafi István halála után, mivel a család örökös nélkül kihalt, 1471-ben Mátyás király számba veszi adományozás céljából, és Temes, Csongrád, Arad, Csanád, Krassó és Kéve vármegyékben összesen 3 várat, 8 várost és 88 falut számlálnak össze, melyet azelőtt Pósafi István tulajdonát képezték. 1500-ban Zsigmond lengyel herceg és második Ulászló tartózkodik itt. Ezek a látogatások egyértelműen jelzik, hogy Szer egészen a török pusztításig jelentős hely volt, és hogy vagy a monostorban, vagy a birtokló család nevesi udvarházában a legmagasabb igényeket és kielégítő körülményeket, vendéglátást tudtak biztosítani. 1526-ig a környék kereskedelmi, vallási és kulturális központja a vásártartási és vámszedési joggal bíró Szer mezőváros volt. A törökök 1526-os átvonulását még átvészelte a település, ám a 15 éves háború megpecsételte sorsát. A lakosság elmenekült, a törökök helyőrséget telepítettek a monostor maradványaiba. A Tisza partjáig nyúló Szeri pusztán a romos, kéttornyú kolostor templomot a törökök 1550-ben várrá akarták alakítani. 1553-ban a török defterek összeírásakor Sövényházán még 92 házat írtak össze, és plébánia temploma is volt, majd teljesen elnéptelenedett. A 16.-17. század fordulójától már pusztaszerként emlegették a területet. Mivel falu nem volt a közelben, így a romos templomot sem lehetett egyházi célra, plébánia templomnak használni. 1832-ben még biztosan állt a templom nyugati homlokzata és északi fal maradványa, amiről Palla Vicini Ede festménye tanúskodik. 1882-ben Göndöcs Benedek címzetes pusztaszeri apát felkérte kora legnevesebb régészét, Rómel Flóris Bencés szerzetest, hogy az akkor még 7 méter magasra emelkedő romok területén folytasson ásatást. Ennek eredményeit már 1883-ban kiadta Pusztaszer és az évezredes ünnepély címmel. A régészeti ásatás során sikerült kideríteni, hogy a 11. században már állt itt egy templom, amely talán a pogány lázadásoknak esett áldozatul, a kolostor épületeket azonban csak a 11.-12. század fordulóján emelték. A 34,5 méter hosszú, 23,5 méter széles templom háromhajós,
félköréves szentélyű volt, két nyugati toronnyal. Szépen faragott szobrai a 12. század utolsó negyedében készülhettek. A 19. század elején a még álló egyik tornyot azért rombolták le, nehogy zsiványok megfigyelő helye lehessen. Évtizedekkel később a templom homlokfalának egy részét építkezésekhez hordták el. Ami megmaradt, azt 1950-ben a honvédségi gyakorlótérnek használt területen pusztították el. Sövényháza plébániájának romjai a 20. század elején még láthatóak voltak a Szermonostól romjaitól délkeretre 800 méterre a kápolnai erdei határszélen. Az új település 1974-ben kapta az eredeti szer, Pusztaszer után az Ópusztaszer nevet.